Január 28-án, azaz most szombaton kerül sor a Korvina óvodák és Korvin Mátyás általános iskolák Ovisuli bőrzéjére. A rendezvény programjáról és különlegességeiről dr. Lóci Lászlóval a Korvin Mátyás általános iskola igazgatójával beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mikor és hogyan veszi kezdetét szombaton ez a nagy intézményi nyílt nap? mi a házigazdák már fél nyolctól elkezdünk készülni, de a vendégeinket 9 órától várjuk, és 12 óráig tervezzük a programot. Természetesen, ha továbbra is maradnak kérdések, akkor ameddig van érdeklődés, addig a vendégek rendelkezésére állunk. Mely iskolák, óvodák mutatkoznak itt be? Öt óvoda és négy iskola amiben az a közös, hogy annak idején 2012-ig egy intézményt alkottunk, aztán utána külön fenntartóság alá kerültünk, de továbbra is tartjuk a szakmai kapcsolatot, a programunk egymásra épül. Ezek az iskolák a Mátyás iskola, Hunyadi János általános iskola, Matiász iskola a katonatelepről, illetve a kertvárosi iskola óvodák közül pedig vendégül látjuk a Ceglédi úti, Ifjúság úti, Nyitra utcai, illetve Mikszát körúti óvodát, valamint a Katonatelepi óvodát. Mindenki hozza a jellegzetes programját? Igen, tehát Mindenki elhozza azokat a nevelési eszközöket, módszereket, amiket alkalmaznak, egyedi sajátosságaikat. Mindenkinek lesz egy kis pavilonja, ahol ott lesz az intézmény vezetője, valamint a leendő oponénik, tanítónénik, és a gyerekeknek is biztosítunk elfoglaltságot, szórakozást. A Korin Mátyás iskola például milyen pedagógiai szemlélettel bír, mire büszkék? Mi arra vagyunk büszkék, hogy elsősorban mindenkit felveszünk, aki megtisztel azzal, hogy ránk bízza a gyermekei nevelését. Éppen ezért a hagyományos értelemben nem vagyunk elitiskola, tehát nem csak a nagyon jó képességű gyerekekkel dolgozunk, hanem mindenkivel, aki ideiratja a gyerekét. De amire nagyon büszkék vagyunk, az a kéttannyelvű rendszerünk, a magyar-angol kéttannyelvű projektünk ami már 14. éve működik, és közé felsőfokú nyelvvizsgákkal hagyják el a tanulóink az iskolapadot a Mátyás iskolából. Ezen kívül büszkék vagyunk arra is, hogy nagyon sokszor képviseljük a megyét anyanyelvi versenyeken, ami azt jelenti, hogy az intenzív angol tanulás és a korai angol tanulás az nem üti ki a magyar tanulást, sőt inkább erősíti. És büszkék vagyunk arra, hogy egy nagyon gyerekcentrikus világot tudunk biztosítani. Kollégáimra büszke vagyok, akik szintén magas színvonalon dolgoznak iskolánkban, és talán az iskola hírnev is ennek köszönhető. Kiket várnak a rendezvényre? Jellemzően a saját körzetükből jelentkezhetnek önökhöz a gyerekek? Nem. Körzeten kívülieket is várunk minden óda, illetve minden iskola. Ugyanis a körzetben ö, már több éves tapasztalat, hogy kevesebb gyerek van, mint amennyi a férőhelyünk, úgyhogy szívesen látunk körzeten kívülieket is, és a, általában a két tannyelv miatt, illetve a többi iskolánkban is ö, egyre gyakrabban jelennek meg körzeten kívüli gyerekek. Tehát ez nem egy akadály, hanem nyitottak vagyunk bárki, aki kecskeméti, sőt, előfordul, hogy nem kecskemétiek is megjelennek a rendezvényen, és választják az iskoláinkat és az óvodákat. Hogyan lehet ma megragadni a gyerekek figyelmét? Hogyan lehet motiválni őket, hogy akarjanak iskolát kezdeni? <laughs> Igen, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Alapjában véve az a tapasztalat, hogy a gyerekek vágynak az iskolában, hogyha a szülők ezt megerősítik, ezt a gondolatmenetet, és úgy gondolják, úgy sugalják otthon, hogy az iskola az egy nagyon komoly kaland, és, és, ez egy izgalmas terület, mert nagyon sok mindennel megismerkednek, az nagyon sokat segít. Én úgy gondolom, hogy a kecskeméti óvodák nagyon szépen felkészítik tárgyi tudással a gyerekeket, a képességfejlesztéssel az óvodai életre, amit a család hozzátehet az az, hogy rengeteget beszélgetnek, mesét olvasnak együtt, a meséről mindenféleképpen véleményeket cserélnek, szókincset bővítenek, és néhány praktikus dolog, ami nagyon hasznos az iskolában, például nagyon hasznos és meggyorsítja az életet, ha a cipőfűzőt megtanulják bekötni, ha tudnak egyensúlyozni az étteremben a tárcán két tányérral, illetve hogyha késsel villával már tudnak enni, az nagyon-nagyon hasznos tudás lehet egy első számára iskola kezdéskor. Melyek a leggyakoribb kérdések, amelyekkel a szülők megkeresik Önöket? Hát az első kérdés az szokott lenni, hogy körzeten kívülieket is felveszünk-e. Itt most mondtam is, hogy igen, tehát nagy eséllyel jelenkeznek. A másik kíváncsiak a tanítónénikre, óvónénikre, meg szeretnének ismerkedni a leendő nevelőkkel, illetve a leendő elsősöknél fontosnak tartják, hogy milyen módszerrel oktatjuk az olvasási írás elsajátítását. Nagyon sokat szoktak kérdezősködni a angol-magyar két tanítási rendszerről, mert ugye első hallásra elég nehéz elképzelni, hogy hogyan lehet tantárgyakat célnyelven, angol célnyelven elsőtől tanítani, de ilyenkor el szoktuk azt is mondani, hogy ezt a bőrzét követően minden intézményünk nyílt napokat is szervez, és ott gyakorlatban meg lehet nézni, hogy hogyan működik a, a rendszer. Tehát elsősorban ezekre a dolgokra. Ami még Fontos a szülők számára, hogy milyen tanórán kívüli tevékenységeket biztosít az intézmény a gyerekek számára, milyen zenetanulási, sportolási és egyéb lehetőségeik vannak. Ezt azért emeljük egy ki, ki egy kicsit, mert hát környezet tudatosság és a népzene is kiemelt helyet foglal el az önök programjában. Igen, mindegyik iskolában fontos, tehát a négy felsorolt iskolában a környezet a fenntarthatóságra nevelés. Négyből három iskola, ö, Zöld Iskola, Mátyás pedig örökös Zöld Iskola címmel rendelkezik. Tehát ö, igyekszünk tudatosítani, másrészt gyakorlatban is ö, gyakorolni a környezet tudatosságot, tehát a szelektív hulladékgyűjtéstől kezdve a papírgyűjtés, a rongyűjtés, van egy kis iskola kertünk, ahol gyógynövények termesztésével foglalkozunk, az udvarunk, ahol elég sok zöld növényzet található, tehát mindennel igyekszünk ezt a környezetnevelést is erősíteni, és ezt a tudatosságot a gyerekekben, mert ez sokkal hatékonyabb, mint felnőtt korban elkezdeni. Gyakran előfordul, hogy a a gyerek szól a szülőre, hogy szelektíven kell eldobni a papírt, a zacskó az, az a műanyaghoz megy, és hasonló dolgok. Sporttevékenységek ö, körében miből választhatnak a gyerekek? A kosárlabda ö, minden iskolában működik, ugye az akadémia ö, kosárlabdásai. Ö, Szinte 16 órától 20 óráig a tora termekben a gyerekeinket oktatják, nevelik, sportoltatják. Nagyon fontos foci, a másik ilyen terület műfűes pálya van két iskolánk mellett is, amit tudnak használni. Ezen kívül vannak még, hát sportnak nevezhetjük az akrobatikusra, Kendrót például, karate sport van tulajdonképpen ezek közül választhatnak, de a legnépszerűbb és a legnagyobb óra számú az a kosárladdal. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Tehát szombaton pontosan hol várják a szülőket, gyerekeket? A Mátyás király általános iskolában, Mátyás király körút 46 szám alatt, az aulában, már a bejáratnál kollégáim és én várjuk a kedves vendégeinket. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a lehetőséget.